Szeretettel köszöntök mindenkit! A Gubacsi híd 1924-ben épült, később 1947-ben a II. Világháború után esett át egy nagyobb átépítésen, felújításon. Közel 100 éve használja Budapest utazó közönsége ezt a hidat. Sajnos mára a híd katasztrofális állapotba került. Megfigyelhették a közellakók, hogy a rajta áthaladó tehervonatok szerelvényei csupán 5 km/h sebességgel közlekednek a hídon. Vagy ezt a hidat kellene felújítani, vagy lebontani és újat építeni a helyére. De úgy tűnik, a közeljövőben egyikre sem fog sor kerülni, és azért nem, mert a kormány elvonta a pénzeket a MÁV-tól. A MÁV-nál hatalmas problémák vannak, több vasúti baleset is történt a közelmúltban. A héven és a vasúton nagyon gyakran nincsen légkondicionálás, nem fejlesztik a közösségi közlekedés kellőképpen, miközben a budapesti balliberális városvezetés tovább nehezíti az autós társadalom sorsát. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen olyan parlamenti párt ma Magyarországon, mely valóban kiáll a közlekedésben résztvevőkért.